Elmesélek nektek egy történetet. Az egész így kezdődött. Olvasd, fogadjunk, olvasd! Várandóan olvas a tippet! Néztettek meg a K1-et? Nem, de... Minden nap néztem a legjobb PC-t kiadtam. Látjátok ezt a csajtot? Két perc alatt fel tudnám szedni. Eszem, nézd ilyen vicces szép. Biztos sportolt. Könnyen lehet, hogy kihívó megjelenésével társadalmaságát kívánok. Ez volt, ne ez a hülyesége ez. Nem Facebookon egyedülálló. Na jó, a srácok, mondom, hogy ekkor maradjál csak egy. Arni, pihenjél meg. Én csak mosdóba akartam. Fiúk, hagyjuk meg, nem hozzá is módon. Így van. Mindannyian, oda megyünk hozzá, randizunk vele, és meglátjuk, hogy kit van. Jó, van, jó. De én leszek az első. Oké. Az én megyek. Sziasztok! Arnold vagyok. Gyugyus, te sízakos. Tökéletes. Indulhatunk. Ilyen ruhában akarsz elmenni? Persze. Ez emelik ki legjobban az alakon. Már csak egy zokni hiányzik. Meg is van. Muszáj, mert most éppen tömegnevelek, és ilyenkor nem maradhat ki egy edzésre. Na, majd még hívlak, szia! Elintézem, de most dolgom van. Ákos vagyok, jogászhallgató. És kiválasztom a megfelelő zakófelsőt a randira. Az első soros hárman érdi az, úgyhogy ebben megyek. Egy kis side spray. A friss leheletért. Nem öltöztél kicsit túl? Ugyan. Úristen, itt felejtettem a manzsetta gombot. I know what you're thinking, what's Bonnie been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Szia! Szia! Ó, milyen elegáns vagy! Hát ez nálam egy mindennapos. Ez a csésze piszkos. Nem felel meg a vendéglátás követelmények 127-es paragrafusának. Azonnal hozzon egy másikat. De nem akarod visszavitetni? Nem, jó lesz ez. Pedig jogod van hozzá. Manapság az emberek nem tudják, hogy miért van joguk, de neked jogod van benyitszer. Milyen karos vagy? Jöttünk, vagyok. Hát akkor nem lehetnek nagy életcéljaid.
Ó, talán ezt nem kellett volna. Zsolt vagyok. TTJK-s. Nem kéne elkezdeni készülődni? Egy pillanat. Nem felejtettél el valamit? Mondta, jó, hogy mondtad. Nem erre gondoltam. Ja? Igen, igen. Egy gyors borotválkozás még beleférne. Zuhanyzással. De fülöttem már tegnap előtt. A derivány az úgyse fáj. A szimmetrikus egyenletben van valami báj. De ha ez mégsem ilyen, csinálj szorzatot. Így nem lehet belőle túl nagy ostrom állapot. Azt hittem már, sosem érsz ide. Bocsi, sokat készültem. És mit csináltál ma? Három és fél egy kockó kondisztam. Tényleg? Én is szoktam jönni. És milyen gyakorlatokat csináltál? Hát... nyomtam itt fel, le... Néha raktam ide is súlyokat, meg oda vittem. Értem. Na, még nincs minden veszve. Mondj neki valami kedveset. Vagy vicceset. Van egy viccem. Halljuk. Függvények baráti köre ül egy kocsmában, mire bejön a deriválás. Mindenki hanyat homlok menekül, mire egy függvény ott maradt. Mondja a derivár, fúss menekül függvény, ha kedves az életed. Erre a függvény, engem aztán deriválhatsz, integrál, az én vagyok az FX egyenlő E a D függvény, én aztán nem változok. Erre a deriválás, ki mondta, hogy X alapján deriválok? Mondom, ne! Oh. Deriváj, az úgyse fáj. A szimmetrikus egyenletben van valami báj. De ha ez mégsem ilyen, csinálj szorzatot. Így nem lehet belőle túl nagy ostrom állapot. Sziasztok, Jenő vagyok. Bár önmagában elég furcsa, hogy egy kamerával beszélgetek. Hé! Én is itt vagyok. A felettesé nem szólalt meg? Én a mesélő vagyok. Elég fiktív. Szóval, Jenő vagyok, pszichológus hallgató. Biztos vagyok benne, hogy én fogom megnyerni a fogadást, mert előttem egy lélek sem marad rejtve. Az első impresszió nagyon fontos. Ezért kellő körültekintéssel választom ki ruháimat a randevúra. A földszínűink nyugtató hatása kellemes közérzetet biztosít. Ezt egy meleg árnyalatú, hipnotikus nyakkendővel kombinálom, ami laza eleganciát sugall.
Egész jó. Mondjuk indulás előtt egy kicsit összevesztem anyával. Tényleg? És ez milyen gyakran fordul elő? Általában jól kijövünk, de néha nagyon fel tud bosszantani. Igen, ez gyakran előfordul az agyós szindróma hallik visszakaszában. Javaslom, hogy több időt töltsünk édesapáddal. Mesélj róla és kicsit. Miért érdekel? Csupán kíváncsi vagyok a köztetek lévő attribúciós kapcsolatra, paranoid percepcióra gyanakszom. Nem iszunk inkább egy kávét? Hát tipikus kétszemes témakerülés. Miért nem akarsz apádról beszélni? Milyen érzésekkel töltesz rá gondolsz? Nem akarok beszélni róla. Ön gyakran vagy ilyen feszült? Nem akarsz beszélni róla? Igen. Mi van? Sziasztok, Atis vagyok, kommunikáció és médiás. Na gyertek, választunk pár ruhát. Fiacskám, a mai divat már nem ez diktálja. Tudom, de arra gondoltam, hogy egy kicsit most én diktálom a divatot. Jó, legyen. Mr. Lova Lova, Lova. Na Mr. Lova Lova, Lova. Mr. Lova Lova, Lova. Na Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic, call me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Roe. Men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. Kell lesz csinálni. Én dobtam a
tetszett. Ez én is kipendelünk. Lábos helyett. Nem volt egy igazi. Szerintem csinál. Nem hiszed el? Kihajítottam. Figyelj meg, ha kivel. Ki? Balfát. Akkor még nem emeljönek, hogy átmegyek egy szeridomba. Imádnak és bálároznak, igen, igen, fordult a kocka. Én vagyok a király, én vagyok a császár. Én vagyok az, akire mindig vártál. Én vagyok a nagy ő, én vagyok az igazi. Gyere, baby, ég